a Magyar Művészeti Akadémia egy alkotmányos köztestület teljes egész esztendejét, a 2023-as esztendőt nagyon sokféleképpen le lehet írni, lehet értékelni. Most ezúttal két speciális szempontból, nézőpontból fogjuk megtenni ezt, a népművészet és az irodalom oldaláról, Kékedi Lászlóval és Vári Fábián Lászlóval. És a beszélgetésnél talán, aki az irodalmat képviseli, Vári Fábián László egy kicsit könnyebb helyzetben van. Hogyha azt kérdezem, hogy a tavalyi évet mondjuk egy szinonimával, egy jelzővel, egy szép hasonlattal, hogyan lehetne leírni a Magyar Művészeti Akadémia és az irodalom kapcsolatát tekintve? Milyen volt 2023? Azt hiszem, hogy a magyar irodalom, a kortás magyar irodalom szerencsés helyzetben van, mert ott van mögötte a Magyar Művészeti Akadémia és annak is az irodalmi tagozata ezelőtt 30-40 évvel boldog lehetett volna a magyar írótársadalom, hogyha ilyen megbecsülésnek, ennyi figyelemnek örvend, mint most a kortárs magyar irodalom, legalábbis kortárs magyar irodalomnak azok a képviselői, akik akadémikusok. A az irodalmi tagozat abban a szerencsés helyzetben van is, ismét, csak azt mondom, hogy nagyszerű írókat, nagyszerű kortárs írókat tudhat a soraiban. Már az is nagyon szép volt, és nagyszerű állapot volt, amikor 2005-ben, amikor az akadémia közelébe kerültem még egyesület korában, olyan nagyságok ültek az akadémia soraiban, mint Jókai Anna, mint Jankovics Marcel, mint Gyurkovics Tibor, és még nagyon sok nevet említhetnék. Jelenleg pedig olyan neves tagjaink vannak, akik nem csak Kossuth a legmagasabb művészeti elismerésekkel vannak kitüntetve, hanem a nemzetművészei címet is viselik egyben. És akkor szeretettel gondolok ebben a pillanatban a Kolozsváron vagy Kolozsvár közelében élő Szilágy Istvánra, aki a, azt hiszem a 20. század utolsó negyedének és a 21. század elejének is egyik legnagyobb, legjelentősebb prózaírója olyan, akinek az életművét csodálják és tisztelik nagyon sokan. A irodalmi tagozatnak tagja még jelenleg Ács Margit, nagyon neves prózaíró és irodalom elméleti szakember, Mezei Katalin, aki hosszú-hosszú éveken át volt az irodalmi tagozatnak a vezetője, Kis Anna, hogy egy neves költőt is említsek, aki még közöttünk van Istennek hála, és a csodálatos költészetét hát százak és ezrek olvassák és szeretik. És vagyunk még jó páran, vannak fiatalabbak is, hála, hála Istennek a sorainkban, mint Jankó mint az erdélyi származású Fekete Vince, vagy Sánta Attila, aki nemrég lett tagunk, és nemrég tartotta a, az akadémiai székfoglalóját, és még sokan mások. Olyan emberek mind, akik teljes szívvel és lélekkel részt vesznek az akadémiai rendezvényeken, azokon is, amelyek megszokott, lassan már hagyományossá vált rendezvényeink, mint az irodalmi gálák, a tavaszi és az őszi, mint a különböző élő folyóirat bemutatkozók rendezvények, és nem csak az fontos, hogy részt vesznek az akadémia közösségi életében, hanem azt hiszem sokkal fontosabb annál, hogy dolgoznak, alkotnak, és a jövő fogja majd megismerni a jövő olvasói azokat a nagyszerű műveket, amelyek jelenleg formálódnak az irodalmár akadémikusok műhelyeiben. Tehát akkor mondjuk, hogyha egy kéne mondani, akkor ez a dolgos alkotó év volt. Ez a dolgos 2023. alkotó év volt, és azon kívül az egymást jobban megismerő alkalmak éve is, mert a közösségi rendezvények, amelyek erről beszéltem, azok nagyszerűen alkalma, alkalmasak arra, hogy egymást jobban megismerjük, egymás munkásságába betekintsünk, mert erről is szólnak a rendezvényeink. Ellenben volt olyan rendezvényünk is, olyan közösségi rendezvényünk, amikor három nap együtt voltunk, elmentünk a felvidékre, mégpedig hát annak az apropóján, hogy Petőfi vajjal, amikor fiatal korában nagyon sok időt töltött a felvidéken, számtalan helyet bejárt, és mi most azokat az emlékhelyeket jártuk fel, azokkal az emberekkel beszélgettünk, találkoztunk, akik a Petőfi felvidéki útjáról, és a vele kapcsolatos hagyományokról nagyon sokat tudnak. Így nagy szerencsénk volt például abban is, hogy a felvidéki helytörténetírás legjobb ismerője, Békovács István állt mellénk, nagy, nagyon szívesen és szeretettel, és ő vezetett bennünket végig ezeken az utakon, fel, fülektől Rimaszombaton át egészen Murány magasváráig, amelyet szinte valamennyien megismáztunk is másztunk, korunkat meghazudtolva. A népművész faragó művész számára, hogyha a 2023-as esztendőt hogy meg kellene örökíteni, meg kellene faragni, akkor hogyan kezdene hozzá Kékedi László? Én egy nagy közösséget faragnék, a tagozatról, a mi tagozatunk az egyik legkisebb tagozat. Tehát mi egymásra vagyunk támaszkodva szinte mindig. Tehát hogy idefele jövet számolgattam, hogy mennyi rendezvényt csináltunk meg, vagy mennyibe vettünk részt. Tehát amit csak kimondottam, a tagozat az 17, de 39 rendezvénybe plusz még a tagozat részt is vett. És hát nekünk egy picit más, mint az irodalmároknak, mert ha úgy nézzük, akkor mondjuk népi kézműves mesterség a 127 népi kézműves mesterség van. Azon kívül ott van a tánc, a zene, a mesemondók, tehát egy össz népművészeti tagozat, és az a csodálatos benne, hogy ez, ez mindegyik kiegészíti egymást. Tehát a zene kiegészíti a táncot, de a zenésznek nem lenne hangszere hogyha nem lenne kézműves, tehát és ezt mi be is tartjuk ezt a szabályt, hogy érezzük is azt, hogy mi egymáshoz tartozunk. És az a csoda egyáltalán, ha már itt Vábián László megemlítette, hogy milyen csoda, hogy az akadémiánál az irodalmi tagozatot van. A népművészetnél meg ez egy külön csoda, hogy egyáltalán az akadémia berkein belül olyan tagozat létezik, hogy népművészeti tagozat. Miért csoda? Igen, mert nem, a népművészetet nem ismerték el, hogy a magas művészethez tartozik. Már pedig a egységes szerves műveltségünket a népművészet hordozza. Tehát nagyon sokan táplálkoznak képzőművészeti és népművészeti motivumokban. Tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen ott a helyhez bizonyítja, akár hogyha most belegondolunk, hogy az ösztöndíjasaink 31 ösztöndíjasunk van. egy csodára képesek. 21 éves ö, harangöntő ami egy eszméletlen ö, csodával és 16 éves korától evel foglalkozik, vagy ha veszünk ö, egy kitkegom készítőt, teljesen kiveszett szakmák újulnak, most meg. Ö, Ebben részben közreműködik az akadémia is, hogy van egy ösztöndíjunk is. Akárhányszor be, beszélgetek velük, idősebb vagyok tőlük jóval, e, mégis tanulok tőlük, mert nagy, nagyon nagy tudásom, nagyon boldog vagyok az ösztöndíj program miatt. Tehát tulajdonképpen a tagozat jelentős szerepet vállal abban, hogy a népművészet ne valami múlt idő legyen, ne valami múzeumi jellegű alkotás legyen, hanem jövő idejű. Igen, ez Galánfi András ö, mondta egyszer a legszebben, hogy nem porosodó vitrinbe való. Tehát ne az, hogy múzeumban elmenjünk a néprajzi múzeumba és megtekintjük ezeket. Ez nagyon sokáig a 80-as évekig volt egy ö, olyan tendencia, hogy az zsűrizték le, ami úgymond egy lemásolt tárgy volt pontosan az a lényege, hogy használatba állítsuk. Régen a parasztember az nem készített dísztárgyat. Szépen, mívesen elkészített használati tárgyakat. És ezeket, ha nézzük a ruhákat, vissza lehet állítani ugyanúgy a funkciójában nézzük a faragásokat, vissza lehet állítani, a gyötvös munkát vissza lehet állítani, mindegyiket. És én azt mondom, hogy jelen pillanatban ez a népművészet az élő, és pont az a lényeg, hogy élő legyen. És ez az élő népművészet nagy kiállításokon is bemutatkozott tavaly. Csodálatos kiállítás volt az élő népművészet, és lehet látni azt, hogy mennyi, mennyi fiatal jön be. Én kimondottan kérem egyébként az akadémikusokat, hogy az élő népművészet kiállításon már ne induljonak el, hanem hagyjunk teret a fiataloknak, és én is milyen boldog voltam, amikor 20 évesen kaptam egy gránátalma díjat, és az egy olyan löketet adott, hogy a következő alkalomra még jobban teljesítettem. Én ezt kérem mindenkitől, hogy hagyjunk nekik teret, és tudják megmutatni, hogy mire képesek. És nagyon jó iskolák vannak, például a Nádudvari iskolához ezer kötődünk, nagyon jó gyerekek jönnek ki, akár a hagyományok házából is jönnek ki, de kisebb műhelyekből, ha vesszük Kalocsát, Kovás László fazekas műhelyét, csodák születnek, Tahitót faluba, Kósakládi Kerámikus asszonytól szintén, aki kikerült csodákra képesek. Tehát nagyon sok ügyes gyerek van, és én azért nagyon boldog vagyok, és ezt kimondottan az ösztöndi program még egy löketet De Én nagyon kíváncsi leszek a mostani ösztöndíjasok, hogy 24-ben ugyan, ugyan kik jönnek be, és mitől leszek szomorú, amikor majd azt kell mondani, hogy hát már nem fértél bele. Ez a fajta legfiatalabbakat ösztönző erő, ez az irodalom területén is érezhető? Akár az ösztöndíjakkal, akár egyéb más rendezvényekkel? Természetesen. Egyébként szerencsénk az, hogy az ösztöndíjasaikat nem nagyon ismerjük, amikor a válogatást végezzük. Tehát az irodalmi ösztöndíjra jelenkezők pályázatának az anyagait. De azt látjuk, hogy nagyon színvonalas, nagyon eredeti alkotásokat nyújtanak be, és a bíráló bizottság, amely egymás után is átnézi a beadott pályaműveket, azt hiszem, hogy tiszta lelkiismerettel dönti el, és nagyjából a bíráló bizottsági tagok véleménye egyezik ebben minden esetben, hogy ki az, aki megérdemli az ösztöndíjat, vagyis megérdemli azt a nagy támogatást, azt a nagy segítséget ahhoz, hogy fejlődni tudjon és dolgozni tudjon. De Nekem vannak a fiatal alkotókkal tapasztalataim már eléggé régről fogva, hiszen az Együtt című kárpátaljai irodalmi, művészeti és humántudományosságot is bemutató magyar folyóiratot, amely két havonta jelenik meg, lassan már 15 éve szerkeztem. Úgyhogy fiatalokkal is van éppen elég dolgom, mert akik jelentkeznek a műveikkel, azok elsősorban azért jönnek, mert ismerik magát a lapot, a folyóiratot, és szeretnék azt, hogy ők is publicitáshoz jutnának. Persze mindenkinek segítünk, igyekszünk segíteni azért, hogy fejlődhessen, és hogy az irodalmunk gazdagodhasson. Nagyon örülök minden jelenkező fiatalnak, de akiben meg különös tehetséget látok, azt meg minden erőmmel és tudásommal igyekszem segíteni, támogatni. De Tudva azt, hogy Kárpát -Aján jelenleg működik egy fiatal írókat tömörítő társaság, akik az ottani egyik legnagyobb költünknek a nevét viselik, Kovács Filmos nevét, és őket látva, az ő munkáságukat figyelve, biztos vagyok abban, hogy velünk, öregekkel, a kárpátaljai magyar irodalom nem fog kihalni, hanem ott van mögöttünk egy olyan generáció, egy olyan fiatal tehetséges generáció, amely biztosítani fogja a jövőben is a kárpátaljai magyar kultúra létét. Örömteli ezt az optimizmust hallani, hiszen azért egy olyan esztendő van mögöttünk, amely Kárpátaljának a háborút is jelentette egyben. Hát, Akkor ezek szerint az ez irodalom múzsája egy, nem hallgatott? Egyre inkább jelenti, egyre inkább jelenti. Az utóbbi két esztendőben, de álljunk meg, visszamegyek 2014-ig. A polgárháború Ukrajnában 2014-ben kezdődött, a majdani események után. És most már nagyjából az okait is tudjuk, hogy miért robbant ki. Először ölték, lőtték egymást Kelet-Ukrajnában, Dombász és más nagyvárosok környékén, oroszok és ukránok, az ukránok folyamatosan és céltudatosan ágyúzták azokat a városokat, amelynek a lakossága orosz többségű. Tehát akkor kezdődött a háború. Már 15-ben írtunk olyan verseket, olyan tárcanovellákat, amelyek a háborúval foglalkoznak. Mert akkor kezdték meg tulajdonképpen a kárpátai magyar fiatalok elhurcolását a háborúba, besorozását, úgyhogy a menekült hullám 15-be kezdődött meg igazán. 14 végén, 15 elején. Na most mára összegyűlt egy egész tekintélyes antológiára való anyag a folyóiratban publikált háború ellenes írásokból, és most azt hiszem már talán a nyomdából is kijött, nem sokára lesz bemutatója az akadémián is, az élő sorozatunkban ennek a könynek, az a címe, hogy Szégyenpiac, vagyis tollal a háború ellen a békéért versek, novellák és egyéb műfajuk, kisprózai alkotások találhatók benne. 300 valamennyi oldal, úgyhogy ez elég tekintélyes mennyiség. Tehát a Kárpátalján maradt fiatalság egy része, de azok is, akik elkényszerültek jönni, ott kényszerültek hagyni a szülőföldjüket, nem hiszem, hogy ha vége lenne ennek a rettenetes korszaknak, a háború korszakának, akkor nem mennének haza. Mert senki sem úgy jött el, nem azzal a szándékkal, nem azzal a céllal, hogy most már haza se fogja tenni a lábát. Nekem is otthon van két gyerekem, otthon van hat unokám, Úgyhogy amint lehet, megyek én is hozzájuk. A fiam szerencsére még egyelőre felmentést él, az a sorozás elől a nagycsaládos státusza révén, a nagylányom, aki ott él szintén négy gyermekkel, őt sem, az ő férjét sem háborgatják egyelőre, Úgyhogy nagyon reméljük, hogy vége lesz ennek, de erre az antológiára nagyon nagy szükség volt, azt mondom, és hát az én ötletem volt, hogy csináljuk meg ezt a válogatást, így az előszót is én írtam hozzá, majd be fogjuk mutatni hamarosan. Szégyen piac az a címe. És hogyha a háborúnak vége lesz egyszer, reméljük, hogy minél hamarabb, azért gondolom, hogy a háború, mint téma, ennek a generációnak az irodalmában, költészetében, lírájában, prózájában ott lesz majd még egy jó ideig, várhatóan. A jó ideig mindenképpen ott lesz, mert nem csak azok, akik kénytelen, akik arra kényszerültek, hogy megjárják a háború poklait, sok ilyen beszámolót olvasni. Van néhány elszánt és nekik eseredett magyar újságíró, akik kint élnek Ukrajnában és front közelben vannak. Na az ő tudósításaikat például nem azt mondom, hogy érdekes olvasni, hanem megrázó olvasmányok. Megrázó olvasmány minden olyan beszámoló, amely olyan fiataloknak a szájából jön, akik ott voltak a fronton. Eddig inkább általában beszéltünk ugye 2023-ról, annak az eredményeiről, vagy éppen tragikus oldaláról, de hogyha mondjuk a népművészetben kiemelkedő csúcspontot kell keresni, a tavalyi esztendőnek a Magyar Művészeti Akadémia tagozata szempontjából, akkor melyiket lehetne választani? Több van, de most melyiket válaszol, melyik újamat harapjam meg. De én kiemelném például a őrségi fazakasoknak a kiállítását a, a vigadóban. A mi tagozatunk, hogyha kihelyezett ülésre megyen, akkor mindig úgy szoktuk, hogy nagyon kicsi településekre megyünk, és akkor még azokat próbáljuk esetleg megtámogatni, és többnyire határon túlra mentünk. Uh -huh. Ez az első alkalom volt, vagy kisgyőrön kívül ez volt, hogy a Magyar Szombatfára mentünk, és az Albert Attila egy kiváló polgármester, és méghozzá kiváló fazekas is. Az ő szervezésükben a őrségi fazekasok szerveztek egy kiállítást, egy csodálatos kiállítást kerekítettek. Ami még olyan, hogy amit igazándiból kiemelnék, abban rengeteg ember részt vett. Az pedig, hogy második alkalommal a nemzetbetlemét be tudtuk mutatni a, a parlamentnél mert hogyha belegondolunk, hogy ez Keszthelytől Zalaegerszegig délvidéken készültek Széchenybe, Csécsén szobor, Jenőbe, Erdélybe készült az Istáló egy része, felvidéken öntötték a harangot, Kisgyőrben állunk volt az egésznek a logisztikája meg, hogy elkészüljön minden klak legyen, és még ezt az idén bővíteni is tudtuk, és még a kerámikusok is, Petrás Marika is alkotási hozzájárult, hogy még szebb legyen, illetve Józsa Juditnak is van alkotása, köztestületi tagunknak. Úgyhogy nekem ez a két alkalom volt, ami... Nagy, de nagyon sokat fel lehetne sorolni, mert fontos például azok a táborok, ahol a gyerekeknek adjuk át a tudást, és akkor Felvidéken Nagy Válaszúton Balázs Bécsi Györgyi, Gyimesbűbe Prébános úr, aki összefogja ezeket a népművészettel foglalkozó gyerekeket, a különböző táborok, és vannak még a nagyobb táborok, a Léta fértesi, amit Galánfi András csinál, az is egy összművészeti, össznépművészeti tábor, és Vetrió Visiék pedig Nád udvaron. Petrás Marikának a Csángó tábora, tehát annyi minden fel lehetne sorolni, azon kívül még nekünk is azért egy-két kötet megjelent népművészeti kötet. Tehát minden évszakban tulajdonképpen iva. volt inkább egy-egy csúcspont. Az irodalom tekintetében volt ilyenfajta csúcspont, ilyenfajta kiemelkedő pont rendezvényben, vagy, vagy mondjuk a művek gazdagságát. Persze, utólag utaltam már arra, hogy a tavaszi és az őszi irodalmi gál az mindig kiemelkedő esemény az irodalmi tagozat életében, hiszen ezek a rendezvények itt a Pesti Vigadó nagytermében, diszttermében kapnak helyet, itt kerülnek megrendezésre. És hát nagy öröm látni azt, hogy 250-300 látogató is megjelenik egy-egy ilyen esemény alkalmával, amikor évfordulós, kerek évfordulós, 70 éves, 80 éves, 90 éves tagjainkat köszöntjük, vagy pedig akár azokat a nem akadémikus tagokat is, akik nagyszerű alkotói, megbecsült alkotói a mai magyar társadalomnak, és egy irodalmi, zenés est keretében ez az ünnepség nagyszerűen szokott sikerülni. Neves zenekarok együttesek jönnek ide, a Kaláka együttes is, meg a muzsikás együttes is megfordult már a rendezvényeinken. Úgyhogy a versek, a próza részletek és a zene nagyszerűen egészítik ki egymást. Egyébként szerettem volna utalni, amikor először szólaltál meg László, arra a gondolatodra, hogy Valamikor a népművészetet nem akarták magas művészetként elismerni, egyenrangúvá tenni a művészeti alkotásokkal. Megerősítelek benne, hogy higgyet, hogy ez így van. Ennek így kell lenni, mert tulajdonképpen az irodalom is onnan jön. A folklór, a népköltészet minden irodalmi alkotásnak is az eredete. Tehát az origó a folklór, úgyhogy a népművészet úgy szintén egy origó. Hogyha már itt tartunk, akkor ugye a két művészeti ág képviselői egymást mennyire tudják figyelni, vagy tudták mondjuk 2023-ban, tehát az irodalmárok a népművészetre, a népművészeti alkotók az irodalomra, mennyire tudtak átkacsintani? Ő szerintem nem olyan mértékben, ami el kellene. Tehát szerintem ebbe több energiát kéne belefektetni, mondjuk előszintén, hogy nekem is, vagy a tagozatnak is, hogy az irodalom akár közös kiállítás vagy könyvbemutatót is meg lehetne oldani. Tehát ezen el lehet gondolkozni, mert szerintem ez egy hiány, amire most rákérdeztél. De ez szerintem vonatkozik majdnem minden tagozatra. Egyetlen egy olyan kiállításunk volt, ami egy népművészeti kiállítás, ahol bevontuk maga az iparművészetet is. Tehát ez, ebbe van mit fejlődnünk. És az irodalom szempontjából? Hát én szerencsés helyzetben vagyok, mert ifjabb koromban én bolondja voltam a népköltészetnek. Rengeteget gyűjtöttem, 18-20 éves koromban. Akkor is mentem, hogyha nem küldtek, mert annyira megszerettem a népköltészetet, hát kiadványom is jelent meg, a Kárpátai Magyar Népballadáknak én lettem aztán a gazdája, és több kiadásban is megjelent. Aztán a szomszédos népek népköltészetére is odafigyeltem, mert az a hasonlatosság, a világnak az a egyforma szemlélete, hogy a nép, a dolgozó nép, az alkotó nép, az alkotóművész művész, ahogy a világot látja, az csodálnivaló, és ezek mind-mind visszatükröződnek az alkotásokban. Tehát a kárpátaiai Ruszin lakosságnak és a benti ukránság egyes területeiről, ukrán népvalladáknak is elkészítettem a fordítását, összevetettem a magyar anyaggal, úgyhogy ebből sikeredett valamikor a 2000-es évek elején egy tudományos dolgozatom, egy diszertációm, Úgyhogy én azt mondom, hogy az irodalom és a népköltészet nagyon szerves és szoros kapcsolatban áll egymással, de maga a népzene is nagyon közel áll hozzám, a néptánc is nagyon közel áll hozzám. Én nem tudok, hogy a néptáncolni próbáltam valamikor, fiatalkoromban tagja voltam egy egyetemi tánccsoportnak Hungváron, Hát, ami telhetett tőlem, azt én, azt én teljesítettem, többet ennél nem tudtam. De hát nem lettem néptáncos, hanem végül is másfelé vezérelt a pályám. De azt mondom, hogy nem csak a népművészettel, hanem a képzőművészettel is szoros kapcsolatban állt mindig is az irodalom. Engem megszoktak például ihletni képzőművészeti alkotások, nem is egy alkalommal hogy akadémikus társunkat is említsem, Szemadám Györgyöt, az ő életmű kiállítása volt egy néhány évvel ezelőtt a műcsardokban, és mikor én azt végignéztem, és magamba szívtam belőle azt, ami, ami engem érdekelt, azt követően két verssel köszöntöttem Szemadám György barátunkat, és ezek a versek eléggé ismertek lettek. Ő a később készülő, albumába, személyes albumába is belevette ezeket a verseket, aztán más rendezvényeken is, ahol neki kiállítása volt, én szívesen közönség elé álltam ezekkel a versekkel. De a zeneművészet az is közel áll, mint mondtam, a költészethez, az irodalomhoz, hisz zene és költészet mindig is kézen fogva jártak, párba jártak valamikor a múltban, vers, dallam nélkül nem létezett, és hát vannak olyan zenészek, vannak olyan nagyszerű zenemű, alkotók a zeneművészetben is, akik azt tűzik ki célul, hogy egy-egy verset, egy-egy nekik tetsző szöveget ellássanak dallammal, zenével. Vári Fábián László és Kékedi László is azon tagozott vezetők közé tartozik, akik sokat járnak az országban, sőt ugye a határon túl is a az elhivatottságukból, lakóhelyükből, szülőföldjükből következően is. A Magyar Művészeti Akadémia tevékenysége, ez a sokféle művészeti ág, ugye, amiről eddig is beszélgettünk, mennyire látható az ország különböző pontjairól? Milyen tapasztalatokat lehetett erről gyűjteni? Tavaly, 2023-ban például. Kérdezem ezt azért is, mert hogy a tavalyi év ugye a regionális építkezés, fejlesztés éve volt. Látszik ez valamiben? Igen, Egy szerintem, látszik. szerintem látszik. Tehát én két régióhoz is tartozok, a Miskolcihoz és a Debrecenihez, mivel nekem ott a Bükk déli tehát nekem ez, ez adódik. De nem csak az ország területén, az anyaország területén, ez határon túl is jól mutatkozik. Tehát, hogyha a tagozatot nézem, nem a nagy ösztöndíjasunk, hanem a tagozat által adható ösztöndíjasaink, mi azt a tendenciát folytatjuk, hogy határon túlra adtunk ilyen ösztöndíjasokat. A tavalyi évben még nem lehetett úgymond pályázni, mivel hogy a határon túli magyar szervezet pályázott volna, nem volt magyarországi adószáma. Hála jó Istennek ezt kiküszöbölték, avval, hogy most már lehet pályáznia, ezáltal lehet támogatni a határon túli ö, szervezeteket. Tehát, hogyha Kárpátaljáról beszélünk, akkor nekünk Mezőgecsén, ö, nekünk még testvértelepülésünk is, e, Mezőgecsén például volt ösztöndíjasunk, de egy imes van ösztöndíjasunk, ö, Mezőbergenyén, Erdélyben, Felvidéken, réten Rozsnyón, ö, és ezeken a rendezvényeken, amiket ők, illetve... Ö, Tánztábor. például a mezőségi tánztábor onnan indult el, hogy körülbelül 8 éve lehetünk ott egy kihelyezett tagozati ülésen, volt, indult egy 30 fővel a mezőségi tánztábor, a mostani alkalommal, amikor ott voltam, akkor pedig 600 gyerek volt. És ez onnan indult el, hogy egy 400 ezer forintos elismerő oklevelet kapott a Kincsású Népművészeti Egyesület. Tehát ha ez nem indul el, akkor ott megállnak, és kaptak egy biztatást. De ugyanúgy ez vonatkozik a felvidékre is, meg ugyanúgy vonatkozik ez Kárpátaljára. Egyébként nagyon büszke vagyok a tagozatomra, mert a háború után a, szerintem a legnagyobb segítséget, amit a határon át tudtunk juttatni, akár segélyszállítmányban, mezőgecsére, Kárpátaljára, több teherautónyi adományt tudtunk átvinni. Kárpátaljáról akkor ezek szerint látszik például a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tevékenysége is? Számon tartják, figyelik az olvasók is? A háború kitörés előtt azt hiszem két-három olyan alkalom is volt, hogy a Művészeti Akadémia irodalmi tagozata Kárpátalján tartotta kihelyezett ülését elkerülhetetlen ilyen alkalmakkor, hogy az ottani e, irodalmat művelő ifjúsággal, vagy bárkivel a kulturális folyóiratok szerkesztőivel ne találkozzunk, és e, az akadémiának ez egy nagyszerű lehetőség az ottani bemutatkozásokra is. Tehát Kárpát aján a Magyar Művészeti Akadémia nevét és tevékenységét viszonylag jól ismerik. Amióta háború zajlik, azóta nem jártunk kint közös, közös rendezvényen. De nagyszerű alkalom az is, hogy a különböző regionális csoportok az ország különböző sarkaiban szintén olyan tevékenységet folytatnak, olyan tevékenységet végeznek, amely arra hivatott, hogy megismertesse a Magyar Művészeti Akadémia munkáját hogy tartsa a kapcsolatot a köztestületi tagsággal, akik odaálltak, oda sorolódtak ezekhez a regionális csoportokhoz, és a néző és hallgató közönségnek azok a tagjai is ott vannak ilyenkor, akik egyszerűen csak érdeklődnek a művészet iránt. Jártunk nemrég Mezei Katalinnal a délvidéken, két helyen is bemutatkoztunk. Most pár nap múlva Pécsi Györgyivel megyek Magyar Kanizsára, ott fogunk irodalmi estet tartani. Úgyhogy az akadémia akkor végzi jól a dolgát, hogyha minél több helyre eljut, minél inkább fontosnak tartja azt, hogy az akadémia eszme, az akadémia szellemisége és maga az alkotás, a művészeti alkotás eljusson minél több helyre. Ennek idében köszönöm szépen a beszélgetést mostanra, 2023-ról és kívánok eredményes alkotó munkát 2024-re is. Köszönöm szépen. Jó szépen köszönjük. köszönjük.